Szereljük már meg ezt a kamera állványt, mert hol a csavarhúzó? Mert nincs mire rakni a kamerát, mióta dollira rápakolta. Hol vannak a csavarhúzóim? Ebből lett kibuherálva. Ez a felső bigyóka, amire rá van csavarozva a dollira, és akkor majd utána, hogyha ezt visszaszereltem és szerkesztettem egy állványt, utána majd mindjárt elmondom, hogy mi is ez az apropó, amiről szeretnék beszélni. Ez az apropó a pénz. Mennyit keresnek a YouTube-osok a YouTube-ozással, mert állítólag ez téma volt már több videón keresztül is. Legutóbb Székely Vegán csinált róla egy ilyen spekulatív videót, hogy mennyit kereshet Hörbi a YouTube-ozással. És ugye volt az az állítás, vannak más YouTube videósok, tőlem ismertebbek, tőlem sokkal nézettebbek is, akik mind azt állítják, hogy YouTube-ozással Magyarországon nem fogol megkeresni egy rendes havi fizetést, de legalábbis annyit nem, hogy eltartsd belőle magadat, vagy a családodat. Na, belemegy te csavar. Belemész te csavar. Jó, belemész. Tehát mindenkez, főleg annak fényében, ugye, hogy ugye egy videósnak állandóan költeni kell a felszerelésének a, hogy mondjam, a fejlesztésére. Hogy van ez két gömbcsikló? Ja nem, ez így megy erre rá. Ebbe megy bele ez a gömbfej. Nem olyan ügyes vagyok én. Honnan jött ki ez a csavar? Innen. És ennek nem volt anyja? Elhagytam egy anyát? Vagy hogy? Húha. Húha. Ez egy önrászorulós. Ó, bakker, ehhez volt egy anya. Valahol. Szerintem én elpotyogtattam. Vagy ez nincs is ebbe belerögzítve, hanem nem. Nem, ez egy csavar. Na, bakke. Jó szétszereltem akkor, hogy elhagytam belőle az anyját. Komolyan, megint nincs kamera állványom a faszomba. Most már dollízem sincs. Elhagytam az anyját. Brandba lett. Itt potyogott a földre minden, én tudom. Emlékszem rá. A kurva életben. Tudjátok, a tárgyak mindig derékszögbe esnek. Mindegy. Majd meg lesz később. Addig hogy szereljem fel? Sehogy se. Nem áll. Hú, van. Semmi gond, csak én vagyok hülye. Hát ez az anyja neki. Ez a szar. Ez a szarság. Jó. Csak, amint mondtam, elég nehéz nekem megosztani a figyelmemet, és egyszerre beszélni, meg egyszerre valami homlok egyenest más dolgot csinálni. Csak most már nem akarom itt baszni az eget, hogy nincs egy... Miért kell ezt így megbonyolítani? Mindig szétszerélni, basz meg. Ha nem igaz, basz meg. Szóval, a videósnak el kell tartani a családját, és a videósnak el kell
tartani a saját maga hobbiát is, ami a videózás. Na még 15 percig itt szenvedek ezzel a szarral. Utána csak jó lesz. Na, 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 alakulnája. Most nem érdekel, látjátok én, nekem kell, hogy kézressen. Jó! Hasza! Jó van! Rá lehet rakni most már a GoPro-t. Én is most vettem például egy izét. Egy stabilizátort. Ami... Hát ilyen... 17-18 ezer forint volt, de még nem érkezett meg, tehát ez még valószínűleg, hogy erre még az áfát meg kell fizessem, miután az eBay-ről megjött. Úgyhogy az még csak több lesz, és akkor ezek a pénzek, ami a YouTube-ból bejön, nekem a felszereléseimet nem is fedezi. Majd mindjárt mutatok én is statisztikát, de egyébként akkor elmondom, most itt nyíltam bárki előtt, úgyis benne lesz az adóbevallásomban, hogy én 2015-ben a YouTube-ban kereken 100 ezer forintot kerestem. Nettó, összesen. Tehát amit én készhez kaptam. De, tehát ez még mindig nem nettó, mert ezután én nekem még be kell fizessek 16% személyi jövedelem adó. És azért állítólag én nagyon benne vagyok a topba, illetve az ismert videósnak számítok. Ugye? És mégsem keresek vele, még csak havi szinten se 20 ezer forintot. 20 ezer forintot egyébként ki se fizetek, mert van egy kifizetési limit, ez a 100 dollár. És amíg a 100 dollár össze nem gyűlik, addig nem is fizetnek ki. Tehát ez kb. Nekem úgy szokott lenni, hogy olyan negyed évente küld nekem a Google egy kifizetést, kb. Olyan 26 és 29 ezer forint között. Úgyhogy én ennyit kerestem. Lehet, hogy többet kerestem volna, hogyha például nem állok le itt a mindennapi vlogolással, hanem folytatom ugyanúgy, tehát nyártól is. Most ugye utolsó fél évem az már úgy telt el, hogy nem vlogoltam minden nap. Hát vlogoltam csak privátban magamnak, az meg nem jövedelmez. És körülbelül úgy lehet számítani, hogy nekem videónként van 2-3-4 ezer megtekintés. Nekem az 5 ezeret sose lépi át, és itt lép a képbe az a furcsaság, ez a képlet, hogy a YouTube az másképp számol bizonyos letöltésszám felett, meg másképp számol bizonyos letöltésszám alatt. Az a lényeg, hogy átcsoportosítja a pénzeket. Tehát az attól még, hogy, és ez most elsősorban neked szó, Székely Vegán, tehát attól, hogy te összehasonlítod a számokat, nagyon szépen elosztottad őket egymással, és kijött az, hogy ő neki 18-szoros megtekintése van, tehát minimum 18-szor annyit kell, hogy keressen, mint te, ez nem feltétlen igaz. Szóval, ha mindenki félmilliókat keresne YouTube-ba, szerintem nem volna kérdés, hogy csinálja ezt az ember, vagy nem. Azért én is elég gyakran csináltam, tehát az utóbbi fél évet leszámítva azért elég gyakran vlogoltam. Volt nekem is, hogy olyan nap, hogy egy nap két videót feltöltöttem, meg volt olyan nap is, hogy hármat. De jó, rendszeresen nem tudom mennyi volt, de nézzünk akkor statisztikákat. Ugye lehet linkelni, ezt most lekapcsolom, mert csak szembeverne ez a lámpa. Ugye lehet linkelni Social Blade-et, meg egyéb cuccokat, de én meg fogom mutatni a AdSense-emet is. De csak azért, hogy ne legyen az, hogy kamuzok, vagy terelek. Igaz, hogy nem azt kértétek, hogy
Na, nézzük meg a Social Blade-t dobja az én oldalamat. Innen mindent el lehet olvasni egy izéről, egy YouTuberről, hogy a statisztikai adatok, itt a C plusz kategóriába, sorolfizetési kategóriába. Van nekem, ez micsoda, 137 ezer megtekintés, ami az utolsó 30 napra vonatkozik, és ez 20%-os emelkedést jelent. Bizony. És itt mutatja, hogy estimated monthly earnings, tehát a becsült havi bevétel, az 34 és 548 dollár között van. Na most, ami rám igaz, az inkább a 34 dollár. Tehát, hogyha ezt számszerűsíted, mit tudom én, 34 USD-tó huf, akkor az 9766 forint, azt beszorzom mondjuk 12-vel, hát az ott van, hogy 117 ezer forintra jön ki egy évbe, és még ennyi nem is volt. És akkor itt látszik, hogy hanyadik helyen állok, Itt mutatja ugye a videó megtekintéseimet. Ezt mondja, hogy plusz 5000, plusz 5000, plusz 7000, plusz 12000. Mikor volt ez? Eső 27. Nem tudom. Dátum feliratkozók. Itt azért látszik, hogy én nekem itt 2015. januártól elkezdett szépen csökkenni így a nézettségem egészen októberig. És október volt a mélypont, és akkor azóta megint elkezdett emelkedni. Pedig nem csinálok többet. Itt össze lehet hasonlítani más videósokkal, de egyelőre nem akarom. Na az a lényeg, hogy nézzünk már egy izét, csatorna statisztikát. Amit lehet, azt megmutatom. Milyen megtekintések vannak? 29-i feltöltésről volt 2700 megtekintés, amelyeken nincsenek ilyen megtekintések, azok privát videók. 4431 megtekintés. 4277, 3871. Nem nagyon van, ami az 5000-et túllépi. Igen, na most ezt túllépte, meg ez is. Unboxing, meg a tutorial az általában túllépi az 5000-et, de a vlog az nem nagyon. Na mondjuk ez a földön kívüli, ez igen, 5000-en felül. Szentes tajfasz, már 11000-re megnézték? Jaj, köszönöm szépen. Na, hát ez nagyszerű. Úgy látszik, hogy több ilyen videó kell. Mi van, ami még sokat megnéz? A kocka-e, vagy 8300 megtekintés. Nézzük olyat, hogy Channel Analytics. Már amit meg lehet mutatni. Azt mondja, hogy hát ezek mind csak ilyen becsült bevételek, hogy total estimated earnings, watch time reports, demográfia, playback traffic, eszközök, élő streaming. Feliratkozók száma. Ez az utolsó hónap, 717 feliratkozó, azt mondja, hogy 919-cel növekedett, és 202-vel csökkent, tehát volt 202, aki leiratkozott rólam. Tehát azért elég hullámzó ennek is a teljesítménye, hogy
így jönnek a feliratkozók, és mi van még itt? Lájkok és diszlájkok, kommentek, megosztás, figyelmeztetések. Nincs itt igazából, ami érdekes lenne. Kereseti jelentések, becsült bevételek. $17.82. Január 1 és január 28 között. Természetesen ez csak becslés. Mutatom. Tehát, hon van ez a $100, ami a kifizetési küszöb, most kérdezem én? Jó, oké. Nekem nincs ennyi se feltöltésem, csak se feliratkozom, se megtekintésem, mondom, nekem csak 17 ezer feliratkozom van. Mondjuk az több, az a 17 ezer, az több, mint ennek a városnak a lakossága, amiben éle. Tehát azért nem kicsi szám. És mondtam, hogy megmutatom az AdSense-t, azt is megmutatom. Csak azért, hogy egyel több adatod legyen vegán, amivel lehet számolgatni, meg becsülgetni. Na, hol az AdSense-nek a kaktúl? Hol van AdSense? AdSense? Jelentkezni, bejelentkezni másfél okokból. Megpróbálom úgy mutatni, hogy azért a személyes adatok azért ne látszanak rajta. Oké. A jelenlegi balansz az 0 forint. Várj csak, nincs itt valami, amit... Jó, esetleg az e-mail címem, ami nem kell, hogy ez látszódjon. Na, tessék. Ugye ezt nem szoktam minden nap számolgatni. A legtöbbször elküldött kifizetés, az átlagban elküldött kifizetés az ennyi körül van. Ez csak 25 ezer forint. Hopp! Itt mutatja az RPM értékemet, ugye, hogy mekkora impact faktora van az én reklámért, tehát mekkora az én reklámértékem. Akkor nézzük meg a tavalyi évi jelentést. Én nem titkolom, én megmondom neked, payments. Hol van? Payment history. Oké. All transactions. No. Last 3 months. Azt mondja, hogy custom lesson. Previous months. It's called this year. Previous year. Oké. Oké. Itt van az én jelentésem, azért a bankszámlámat meg ízét nem mutatom. Itt van egyszer. Kifizetés, tessék. Január. Egyszer jött 28.500 forint, egyszer jött 21.000 267 forint, itt semmi nem jött, itt semmi nem jött, aztán egyszer jött 26.099 forint, aztán megint semmi nem jött, aztán megint semmi nem jött, aztán jött 24.398 forint, aztán megint semmi, aztán megint semmi, aztán megint semmi. Ennyi volt. Ennyi volt, amit én az AdSense-szel kerestem. Na most lehetséges, hogy azért ezt jobban csinálja egy partnercég, de hát ő is leveszi a saját részét. Nem tudom, nekem, engem már pár partner már így megkísértett, meg minden, de én mindig mondtam nekik, hogy én nem akarom azt csinálni, hogy én leszerződjek vele, mert akkor lehet, hogy megszabja nekem, hogy nekem naponta kell videókat feltöltsem, és hogyha nekem arra nincs időm, vagy nincs energiám, vagy nincs kedvem, akkor én nem akarom, hogy
az egész magánéletem nekem arra rámenjen, hogy én most YouTube-ozom. Mert én mást is szeretnék csinálni. És ugye az idő engem igazolt, mert ugye, hogy júliusban eldöntöttem, hogy én most egy éven keresztül én most nem YouTube-ozni fogok, hanem mást fogok csinálni, ami számomra sokkal fontosabb. És most ez rögtön látszik is a keresetemen, hogy nem töltök fel annyi videót, nincs annyi kereset. Tavaly egyébként közel sem volt ennyi feliratkozom, de akkor többet kerestem. De nem sokkal. Várjál csak. Jól emlékszem, ezéből ki lehet számolni, hogy mennyit kerestem, mert tudom, hogy mennyit fizettem be személyjövedelemadóként. Azt mondja, hogy anyád. Igen, ez jelent az 1%-ot szorozva 100-zal. Ám jó. Azt a... Mennyivel kell, hogy lehet ezt elosztani? Tudjátok, nem fogok itt számolgatni. Tavaly többet, előzőben többet kerestem, mint most, de most nem keresek többet. A lényeg az, és megmutattam az én cuccaimat, ezt is lehet egy viszonyítási alapnak venni. Az viszont számomra elképzelhetetlen, hogy valaki félmilliót keressen. És úgy keressen félmilliót, hogy közben nincs semmije. Jó, oké, képletesen szóval nincs semmije, mert elvileg mindennyi van, ami kell neki. De szerintem azért az úgy az elejtett megjegyzésekből azért nyilvánvaló, ha az embernek szüksége van valamire, és havi félmilliót keres, akkor meg tud venni magának mondjuk egy használt autót. Nem? És akkor nem azon lenne a polemizálás, hogy hú, de jó lenne már évek óta, hogy hú, de jó lenne, ha tudnánk venni egy használt autót, mert akkor azt mondom, hogy na, egy havi keresetem rááldozom, vagy kétszer a felét, és akkor most egy kicsit meghúzzuk a gatyaszíjat, de annyira nem kell meghúzni, mert ha félmilliót keresek, akkor nem kell fogunk hozzáverni a garast. Azt akkor szépen 3-4 hónap alatt összepakolok egy jó használt autónak az árát, azt akkor nem sírom tele a netet azzal, hogy jaj, nem telik egy használt autóra, hanem akkor megveszem, az kész. Nem? Tehát azért én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valaki félmilliót keres, és akkor nem telik neki egy használt autó, miközben szüksége lenne rá. Mert ugye nem tud tömegközlekedni, meg stb. Na. Szóval legyünk egy kicsit reálisabbak. Magyarországon egyébként a másik tévedés, az az 50 ezres adó. Az nem a YouTube bevételre vonatkozik. Kár egyébként, hogy megszüntetted vegán ezt a, mert ott ugye elindult a Facebook alatt ugye egy beszélgetés, ugye, amit beposztoltál videó alatt, és ott szépen elkezdtünk be, ott semmi izé nem volt. Tehát ott semmi flame vagy veszekedés nem volt. Ott csak leírtunk egy páran kommentbe, hogy ez valahogy nem kerek a történet, meg minden. De már tegnap nem volt elérhető a poszt, úgyhogy levetted vagy valami. Vagy amit kezdtem elmondani. Mit kezdtem elmondani? Hiszen már elveszítettem a falat. Mindegy. Ja, igen, azért. Tehát az adó. Tehát Herbinek az 50 ezres, nem tudom, az iparűzési adónak, vagy vállalkozói adónak, vagy ilyen egyszerűsített vállalkozói járuléknak hívják, azt arra kell kifizetni, hogy ne kelljen számolgatni állandóan a bevétele után származó
adóelőleget, stb. Stb. Hanem akkor ez egy egyszerűsített dolog, havonta befizetsz 50 ezeret, azt akkor békén hagyunk. Kis vállalkozás. Ez neki arra vonatkozik, arra a vállalkozására, ugye, amit azzal csinál, hogy ő a videóin reklámfelületeket ad ki. Annak semmi köze a YouTube bevételhez, az attól független. A YouTube-ot külön le fogja adózni. Minden áldott tavasszal, amikor az ember az adóbevallását csinálja, én is most fogom csinálni a következő hetekbe, ahol is a YouTube-ból származó bevételek, ez az AdSense, az igazolás arról, hogy te mennyit kerestél a YouTube-bal, és hogyha például a NAV bekopog, hogy mi alapján töltötted ki az adóbevallásodat, akkor ez számít igazolásnak, ez az elektronikus kivonat. Mert ezen rajta, amit a Google ez az egyet küldött, és ez alapján ezzel igazolod te, hogy mennyi bevételed volt a YouTube-ban. És ennek kell befizetni a 16%-át. Majd utána nézek ennek, és hát, ha változott már tavaly óta. Ami a személyi jövedelem adó. Tehát ami azt jelenti, hogy én még 100 000-et sem kerestem meg tavaly, ami még egy nettó havi fizetés sincs, hanem mondjuk 84 000-et nettóban. Az kurvára nem sok. Az kurvára nem sok, és nekem is több 100 videóm van fent. De olyan videókat az biztos, hogy nem fog feltenni, hogy én most fingok egyet, és akkor felrakom, csak hogy nőjön a videóknak a száma, a tömege. Nem. Viszont ez a félmilliós kereset ez YouTube-ban, szerintem ez nem valós. Másik dolog meg az, hogy nekem nincs nagy jövedelmem, az igaz, de már mondjuk már nem ott tartok, ahogy 2 évvel ezelőtt, hogy 2 évvel ezelőtt abszolút nem volt semmi pénzem. Azt tényleg úgy kellett a fogamhoz verni a garast, hogy nem tudtam megvenni egy tekercik szalagot se. Nem, azért most már van több felől is jövedelmem, mindegyikkel elszámolok, adót fizetek utána, munkahelyem van, igaz, hogy csak izébe, félállásba, de van, és állandó, és nekem azért nincs itt a család, aki elszipkázza az összes pénzemet. És azért van, hogy én például félre tudok tenni, mit tudom én, ha kell, akkor egy 500 000 félretettem, hogy rendbe vágjam a lakást. Aztán utána, amikor rendbe lett vágva a lakás, utána jöttek még a járulékos költségek, ugye, hogy a csempézést azt nem számoltam bele, az megint egy 100 000-et kóstált, aztán nem volt bele számolva az sem, hogy nekem lesz 2 darab 40 000 forintos villanyszámlám a végén, novemberben, amit ki kell fizetni. Úgyhogy, de kifizettem simán, így, ingzsebből. Mert én az összes pénzt, amit megkeresek, majdnem minden pénzt félreteszek. Én tényleg csak annyit költök el, amennyi nekem a kajára kell. Oké. Okay. Eldobok egy zoknit, veszek helyette újat, de hát az nem tétel, ugye? És ezen kívül én megveszem magamnak azokat a cuccokat, amik kell, mint például most vettem ezt a stabilizátort, vagy akármit. És ugye nincsen család, nem kell költeni asszonyra, nem kell költeni gyerekre, nem kell a asszonynak minden hónapban 3 pár új cipőt venni, 10 nem tudom hány ezeré, meg 20 nem tudom hány ezeré. Meg nem kell minden hónapban, tehát beiktatni a rezsibe például a női felsőt, meg a női nadrágot, meg a izét, mert nekem van egy nadrágom, azt hordom 15 évig. Még el nem rongyolódik teljesen. Azt kész, nem kell több. Télen az egy farmer, nyáron meg van rövid nadrág. Az kész. Tehát azért, amikor rezsit számolunk, azt is hozzá kell számolni, hogy miután már nem magadba élsz, és nem csak magadra költesz, és mondjuk nem olyan spártai körülmények között élsz, hanem mondjuk egy gyereknek vannak szükségletei, a gyereknek nem mondhatod azt, hogy nem veszem meg, pedig van rá pénzem. Szerencsés vagyok abban a tekintetben, hogy én megszabadultam a káros szenvedélyektől, mert az megint egy feneketlen kút. Cigaretta, alkohol, drogok, az mindig.
De nekem például ott vannak a gyógyszerkiadásom, ami ugye megint nem olcsó. Kurva drága a gyógyszerem. De például most ebben is szerencsém van, mert ugye munkahelyen kapunk kafetériát, és én úgy kértem a kafetériát, hogy van egy olyan, hogy OTP egészségpénztár. És én a kafetériát, ugye természetbeni juttatást, ami szintén meg van adóztatva, én azt OTP egészségpénztárra kapom, amiért én gyógyszert tudok venni. A havi gyógyszereimnek egy része kitelik belőle. Tehát azért, hogyha okosan csinálja az ember, azért az a sok kicsi sokra megy. Innen egy jövedelem, onnan egy jövedelem, harmadik helyről egy harmadik jövedelem, maszekolás nincs benne, már rég nem maszekolok. Már szerintem legalább egy fél éve nyár óta én ilyen grafikai megbízást nem csináltam, pedig kapok. Nem lenne ez, nem lenne az, de nem éri meg. Nincs most már rá időm. Nincs most már rá időm. Leszoktam pattintani. Nem foglalkozok most már ilyennel. Úgyse fizetik meg. Tehát én nem fogok alkudozni valakivel egy hétig, hogy mennyibe kerül egy munka. Úgyis lealkudja felét. Aztán átváltoztatja, meggondolja magát 36-szor. No, nem. Nem ezt csinálom főállásban, akkor én nem fogok fusizni. Az meg nekem nem hiányzik, hogy nekem valaki rám küldje az apeket, hogy az ember fusizik meg minden. Nem, hát csak van én fusizok. Kész. Na, ez a pénzügyi helyzet Magyarországon. Egyébként nem tudom máshol milyenek a fizetések, de mi nálunk itt Kelet-Magyarországon egy gyárba te csak a minimál bért keresed meg. Minimál bér az annyi, hogy nem tudom, nettóban, amit készhez kapsz, az valami 86 ezer forint. Oké, ha három műszakban dolgozol, akkor jönnek rá a pótlékok, ugye műszakpótlékok, délutáni pótlék, meg esetleg, ha túlórázol, akkor még túlóra pótlék is. Ezek már egy kicsit kibírják egészíteni, meg van egy kis kafetéria, negyed évente egy kis bónusz, kis zseppénz. De ez még mindig nincs ott, mit tudom én, egy ausztriai fizetés, vagy egy németországi fizetés. Sőt. Ez még azt az átlagot se éri el, amit állandóan számolgatnak, meg az orrunk alá dörgölnek a statisztikákból, hogy Magyarországon 250 ezer forint az átlag kereset. Hol? Én nem ismerek itt a környéken egy embert, csak ennyit keres. És nem mondjuk parlamenti képviselő, vagy önkormányzati képviselő. Te vállalkozó, jó, vállalkozó annyit keres, amennyit keres, de ő meg nem köti az orrunkra, hogy mennyit keres. Az meg egy másik, egy dolog, amit én egy kicsit azért gusztustalannak tartok, ami például külföldön egyáltalán nem divat, csak itt Magyarországon, hogy állandóan a másiknak a zsebébe turkálunk, hogy te mennyit keresel, miért ennyit keresel, mennyit keresel, mondd meg mennyit keresel. Nem kell, hogy megmondja, hogy mennyit keres. Senkinek nem tartozik elszámolással. Egyedül a családjának tartozik elszámolással, meg a NAV-nak. Az kész. Onnantól kezdve valaki befizeti a jövedelme után az adót, nyugdíjjárulékot, munkavállalói járulékot, azt is vonják, amit a munkanélkülieknek kiosztanak segélyként. Onnantól kezdve, kinek mi köze hozzá, hogy mennyit keres? Meg ahhoz, hogy milyen stratégiát folytat, tehát milyen marketing kampány stratégiát folytat, ahhoz, hogy az ő YouTube-os élete jövedelmező legyen. Még ha úgy is lenne, ahogy te spekulálod, vegán, még ha úgy is lenne, nem várhatod el tőle, hogy ki fogja pakolni így a cuccait, mint én, hogy itt van nekem a
bevételjelentésem, hogy ahol ennyit keresek, és tessék, és nézzétek meg. Miért nem fogja megmutatni? Egyrészt a szerződésében is tiltva van, ugye nem lehet beszélni arról, hogy ki mennyit keres. Másfelől pedig mondom, ez a stratégiának egy része. Nem várható el, és nem képzelhető el, hogy ő erre a videóra válaszolni fog valaha is. És nem is kell elvárni, mert senkinek semmi köze hozzá. No. Ennyit akartam a témához hozzáfűzni. Szerintem azért kulturáltabb helyeken, Amerikai Egyesült Államokban, vagy mit tudom én, Németországban, vagy Nyugat-Európában, hogyha úgy megkérdeznéd valakit, hogy mennyit keres havonta, az szerintem egy kurva nagy udvariatlanság. Az legalább annyira magánügy, mint az, hogy ő kivel fekszik le. Meg milyen gyakran. Meg milyen a nemi élete. Tehát az ugye a partnerén kívül, úgy, meg rajta kívül, úgy senkire nem tartozik. A bőrgyógyászára maximum. Nem. Hagyjuk ezt a ki mennyit keres a YouTube-ozással. Nem keresünk vele, jó. Oké? Okay? Zseppénz. Mindig azt mondom, hogy zseppénz. Majd amikor gennyesre fogom keresni magam, megígérem, hogy én leszek az első youtuber, aki be fogja hivatalosan vallani, hogy gennyesre keresem vele magam. Ennyi. Na, legyetek jók. Puszi mindenkinek.